Ez a Nyugat Rádió, és abban is a hazafelé jó a hangulat nálunk. Na, egy szó, mint száz. Mindig jó a hangulat, hogyha a Plazma Beat itt van. Most is itt van Gergő, meg Niki. Sziasztok! 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 Na, és egyébként megnyilvánítottam, mert megint azt mondta, hogy Gergő, nem, hogy Niki, a Gergő, mindig a pasikat mondom előre, pedig tökéletlenség. Na, a lényeg, ami lényeg, hogy még így a nagy, hosszú hétvége előtt muszáj egy nagyon fontos zenei mérföldkövet megbeszélnünk, ez pedig az, hogy tavaly október 1-én megjelent az Élet Kaleidoszkóp című Plazma Beat nagylemez, és hát nem telt el túl sok idő, már is itt vannak az új zenei anyagok, de ez igazából nem is annyira a tietek, csak a tietek volt az alap. Szóval most mi ez az egész, meg ez az előző dal is, ami szólt a Lelkünk könyve, egy kicsit ilyen, hát nem a rádió hallgatók által megszokott verzió volt. Így van, mindig ezzel kezdem a mondatot. Nem tudom, hogy ez egyetlen. Tehát nagyon jól mondod, megjelent ez az albumunk, és gondoltunk egy merészet, és meghirdettünk egy remix versenyt. Ami igazából nem is egy remix verseny, ugyanis mi választottuk ki a remixelők listáját, lehet így mondani, és ez arról szól, hogy minden dalunkat egy más, egy új köntösbe öltöztették fiatal, feltörekvő producerek. Azt, hogy hirdettetek egy ilyen versenyt, azt, hogy Facebookon meghirdettétek, a weblapotokon meghirdettétek, a YouTube-on a klippal oda vágtátok, hogy lesz egy ilyen, vagy ez hogy történt? Ez konkrétan így, ahogy felsoroltad egyébként, de főként Facebookon hirdettük, és ott jött a legtöbb jelentkező, igazából országszerte jelentkeztek erre a versenyre, és ezért készült dupla album belőle. Hányan tudtok számot mondani, vagy mondtátok már, csak én nem figyeltem? Tudunk, összesen 16 producer közreműködött ezen a lemezen, viszont 20 dalról beszélünk, van, aki itt-ott besegített, tehát igazából 16 különböző ember dolgozott most ezen a lemezen, egész pontosan 3 hónapon át. Mennyire volt könnyű összeszedni ezeket a fiatalokat, vagy mennyire gyorsan találtak meg titeket, vagy egyáltalán kinek kellett szólni, hogy szóljon a másiknak, meg a harmadiknak, meg a negyediknek, vagy ez ment magától? Hát igazából megvoltak az úgymond ismert arcok és a bevált emberek, akiknek alapból szóltunk, tehát számítottunk egy-két emberre, hogy reméljük, hogy részt vesz ebben. Viszont nagyon sokan, hát szerintem, hogy a 80%-a viszont ismeretlen idegen zenész volt számunkra, de ránk találtak, és nagyon jól össze tudtunk dolgozni mindenkivel. Azt mondtad, hogy az ország különböző részéről, hát ez az internet csodája, hogy mondjuk akár a világ másik részéről is, de tudtok ilyet mondani, hogy mondjuk a legközelebbi gondolom Szombathelyi, igen, aki rajta van az albumon, ki a legtávolabbi? Hát most én így beugrik, hát Budapest, Debrecen, Orosháza, most azt hiszem így hirtelen ezek a milyen távoli pontok. Ez azt jelenti, hogy akkor ezek szerint titeket hallgatnak, vagy követnek az ország minden részéről, mert hogy a Facebookon hirdettétek meg, tehát akkor ez azt vonja maga után azt a következtetést, hogy hát nem csak ide szűk rétegbe a Vas megyébe zenéltek, hanem most már az elég sok fele ismerek titeket. Igen, ezt szerintem kijelenthetjük bátran, sőt határon túlról is. Innen és túl, mindenhonnan. Igen. Ez az, hogy egy remix album, ez azt jelenti, hogy különböző zenei stílusokban lettek feldolgozva. Mert például ez a Lelkünk könyve, majd ezt is meg fogom mutatni a hallgatóknak, van egy ilyen akusztikus verzióban is. Tehát az volt a lénye, meg az volt a cél, hogy mindenképpen kerüljenek új köntösbe a dalok. A stílus az nem volt mindegy, vagy pont az élet ilyen sokszínű stílusilag ez a lemez, mert hogy azt szerettétek volna, hogy hát egy nagyon sok stílus képviselje magát, és így lettek válogatva. Igen, pont ez volt a célunk, hogy most nevezzük magunkat szintipop vagy elektropop műfajt játszó csapatnak. Igazából beszerettük volna bizonyítani, hogy ezek a dalok bármilyen stílusba szinte megállják a helyüket, és erre nagyon jó példa, amit említettél, a Zephyr Remix, ami egy akusztikus gitáron szólal meg, ráadásul nem a Niki hangján, hanem az előadó énekli, tehát egy férfi hangon szólal meg, és nagyon büszkék vagyunk rá, mert tényleg itt bebizonyítottuk, hogy itt bizony dalokról van szó, ami a Plazma Beatet illeti, mert sokan mondták, hogy ez is csak ilyen tudsz-tudsz zene. Hát itt van az ellenpélda, hogy ez nem tudsz-tudsz zene, csak kicsit mögé kéne nézni. Kár, hogy nem tévé vagyunk, mert lehet látni, hogy fülig ér a szátok. Tehát, yeah. Ezt gondoltátok volna, ez a vállalkozás végül is ekkora sikert adott? Vagy mivel indultatok neki, jön egy-kettő, aztán majd meglátjátok, mi lesz belőle, hogy ez hogy nőtte ki magát? Ez a remix dolog? Ez igen, a remix album dolog? Hát amikor megcsináltuk az első 6 számos EP-t, ami már azt hiszem mikor volt? 2011 igen. Év vége,
úgy folyamatosan jöttek az e-mailek, hogy hadd csináljunk remixet ebből a dalból, most én is szeretnék abból a dalból, és igazából mindenkit így finoman visszautasítottunk, hogy majd biztos eljön ennek is az ideje, egyelőre nem akarunk remixeket, maradjon minden az originál verzióba, terjedjen el így, és majd biztos megérik erre a dolog, hát most megérett, és igazából amikor a 13 számunk megjelent már, azt hiszem rögtön utána erről beszéltünk, hogy jó lenne ezeket a számokat bevinni mondjuk a klubokba, vagy egyéb ilyen alternatív helyre is, mert olyan remix is van. No, hallgassuk meg egy újabb dalt, én a Mondó vagyok, ez az Élet Kaleidoszkóp, egy újra gondolt változata. Felírtam, hogy Boros Benjamin? Igen, volt, aki elkövette? Igen, Boros Benjamin, egy zalaegerszegi fiatalember, aki már nagyon sok remixen és hangszerelésen túl van, különböző formációkban megtalálható. Igazából sokat nem akarok róla mondani, hiszen most itt a remixről van szó. Egy nagyon jó kis popos dalt készített. Pont ez volt a cél, amikor felvette velünk a kapcsolatot. Szándékosan így kértük meg, hogy egy abszolút pop zenét akarunk ebből a dalból. Tökéletesen megoldotta. Na hát akkor hallgassuk meg ezt a felvételt, aztán akkor dumálunk még tovább a Plazma Beat-tel, Nikivel és Gergővel. Előre mondtam. Távol minden től, hogy távol az élettől.
Ez még mindig a Nyugat Rádió. Itt most itt elég komoly premierekről van, szóval meg is feledkeztem teljesen. Igen, még sehol nem mutattuk be. Múlt héten egy ilyen kis videó előzetest tettünk közzé, csak ebbe a egy félperces blokkokba hallották eddig a dalainkat. Azt, hogy mikor 16-án lesz a hivatalos megjelenés, tehát akkor lehet a plazmabeat.hu megtalálni majd ezt a lemezt, és akkor gondolom onnan lehet töltögetni, aki ezt szeretné. Igen. Ennek a dátumnak van valami jelentősége? Hogy itt pont 16-a? Vagy, vagy csak így jött ki, hogy akkor most legyen szombat? 8-a nőnap, aztán úgy gondoltuk, hogy ne azon a hétvégén, pontosabban az péntek, és akkor utána való hétvégén legyen. Sose semmi. Jó, jó. Hát akkor... hogy jobban hangzik, hogy mi 16 producer, és akkor 16-a. Igen, azért, nem? Persze. Tehát, hogy a hosszú hétvége, ahogy is mindenki pihen, és igen, akkor 16-án már. Tényleg egyébként mikor? Tehát az meg van, hogy szombaton 9 órakor élesedik a dolog, vagy amikor majd felkeltek, és akkor a Gergő kitezi. Én mindig igen, így szerettem volna, csak sajnos a programozó nem ilyen rugalmas. Hát ha minden igaz, akkor annyit elárulhatok, hogy lehet, hogy ez már pénteken fel lesz. Tehát aki nagyon kíváncsi, az kattintgasson az oldalunkra, és egyszer csak lehet egy ilyen összeomlott oldalat fog látni, és akkor utána majd így szépen kisimulnak, és ott lesz az album. De egyébként szombat reggelre biztos, hogy fent lesz. Remixet készíteni az, hát nekem mondjuk hasonló misztikus dolog, mint egy zenét készíteni milyen, úgyhogy most egy kicsit a Nikihez fordulok, jó Gergő Pihenyi? Igen, miket kellettek biztosítani azt, hogy ezek a gyönyörű dalok megszólaljanak különböző stílusokban, tehát mit kellett mondjuk a különböző alkotók rendelkezésére bocsátani? Hát ugye a Gergő küldte el a sávokat, illetve a producerek választották, hogy melyik dalból szeretnék feldolgozni ezt a... Azt a bizonyos dalt, amivel aztán később elkészül. Így van. Alapvetően az éneksávokra gyúrtunk rá, tehát az éneket ugye külön elküldtük nekik, illetve én ragaszkodtam ahhoz, hogy legyen az eredeti dalból egy-egy hangszín, mondjuk egy dallam vagy egy szóló. Aztán valaki ezt betartotta, valaki nem. Tehát, és aztán az mit kapott ennyibe ennyit? Hogy várták a simaszkosok vascsővel? Semmi? Nem, semmit igazából. Annyi, hogy úgy magamban úgy konstatáltam, hogy na, ő milyen jól megoldotta, mert bent hagyta az eredetit. Valaki nem, de ez nem biztos, hogy baj, de plusz pont, aki behagyta. Verseny volt ez, vagy sokkal inkább mondjuk a ti, hát hogy is mondjam, zenei munkásságotoknak egy olyan kiegészítés, amely igazából egy tök jó pofa próbálkozás. Is. Igen. Ugye? És hogyha... még nem tudjuk, hogy ki fog győzni. Ezt a hallgatók döntik majd el? Vagy ezeket egyesével feltöltögetitek, mondjuk akár nem tudom én YouTube-ra, vagy akár csak egy állóképpel, vagy az oldalatokon, és aki amelyik dalt a legtöbben töltik le, vagy osztják meg, az kap egy nagy elismerést, meg egy piros pontot a képzetbeli ellenőrző füzetbe? Igen, végülis ezen is gondolkodtunk, illetve pont a Niki hozta ezt fel. Ha már így hirdettük meg, hogy remix verseny, akkor legyen ennek tényleg egy ilyen kis versenyes íze, és arra gondoltunk, hogy igen, a YouTube-on is fel lesz egy ilyen állóképpel, így ahogy mondod, hiszen a többi dalunk is fent van, ez valószínűleg már 16-án reggelre ez is fent lesz, ha ügyes leszek éjszaka, és az a lényeg, hogy nyilván itt majd a letöltések számát látni fogjuk, és tehát, hogy egy hónap múlva azt mondjuk, hogy na, végül is ő nyerte meg, hiszen az övé a leghallgatottabb remix, de végül is nem ez volt a cél, de ez is egy jó pofa dolog. Aha. Meg hát közben azon gondolkodok, hogy ugye itt van a dubsteptől kezdve, segítsen meg, akusztikus, meg... Trance, elektro, ilyen minimál klubzene, tehát mindenféle tényleg. Akkor ebben tulajdonképpen az a kis, hogy is mondjam, furfang is bennem, ahogy akkor ezáltal, mondjuk ezt te is az előbb mondtad, hogy szélesedik a közönség, igen. Nem? Tehát hogyha mondjuk akár mondjuk egy dubstep uliba felcsendül, egy dubstep feldolgozású plazmabit, akkor ott lesztek majd. Így van. Ez tök jó. Hát igen, ez is benne volt, hogy ne. Okos a Gergő. Ez mindenkinek jó, tehát a producerek is nagyon örültek, és mi is nagyon örülünk. Szerintem ez egy oda-vissza működő, kölcsönös dolog, mindenki jól jár, mindenki népszerűsíti a másikat. Ez nagyon jól működik. Na mi lesz a következő mérföldkő? Meg gondolom, hogy tehát nem állt meg itt a tudomány. Nem, biztos. Lesz új videóklip, vagy mire készültek? Hát most az albumra, a következő új albumra. Tehát készülnek az új dalok. Ami még biztos nagyon sokára fog megjelenni, de hát ugye jó munká az idő kell. Hosszú idő. Épp azt akartam mondani, hogy októberben adtatok ki új lemezt, ne vágjatok már föl, hogy jön nyáron a következő, nem, vagy nem, most nem. Októberben a következő. Nem, semmiképp. Meg lehet, hogy indulunk a Nyugat Rádió dalversenyén. Mindenképpen számítunk rátok. Úgyhogy igazából van mit csinálnunk.
Jól van. Hát én köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor most jön az a bizonyos akusztikus lelkünk könyvei feldolgozás, amire én is nagyon kíváncsi vagyok, remélem Nyugat Rádió hallgatóit is felcsigáztuk eléggé rendesen, szóval akkor akusztikusban ezt még nem hallottuk, most hallani fogjuk, tök jó. Én tök örülök. Végig fogom hallgatni az albumot különböző stílusokba. És mindenkinek ajánlom, hogy akkor azt mondja, hogy két nap múlva, bizony 16-án, már csak kettőt kell aludni. Tehát szombaton. Akkor, tehát szombaton, bizony, akkor a plazmabit.hu-n. És így akkor van. Gondolom, hogy egyébként Facebookra is ki lesz posztolva, hogy ott meg lehet lájkolni. És meg egy mondatot hadd mondjak el itt az ország és világ előtt, hogy ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki a lemezen közreműködött, hogy óriásit alkottak, és nagyon, nagyon hálásak vagyunk érte, és reméljük, hogy még fogunk a jövőben együtt dolgozni, mert tényleg mindenki szuper produkciót készített, és köszönjük. Még egyszer. Gyertek, borjatok a keblemre. Gergő, Niki, köszönjük, hogy itt volt. Niki, Gergő, köszönjük, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük, Balázs. Sziasztok. Sziasztok. És a napok, minden nap egy új élményt akarok. A percek ellenünk mi egymással, ami csak gondolat könnyen elszárnyal. Úgy érzem, hogy ránk még száz csoda vár. Hazudd el, ha elmúlik egy életen át, majd gondolsz rá. Ez még csak a kezdet, ezer járatlan út vár ránk, kellenek a tettek, hogy egy nap majd emlékezzünk rá. Ez még csak a kezdet, de ha minket az élet szakít el, de addig együtt írjuk a lelkünk könyvét, te emlékezz. Kezedbe adom, csak mondd el, mi vár ránk még az úton. Ha kell, hát fizetünk a tettekért, mert amit megteszünk, mindennel felér. Úgy érzem, hogy ránk még száz csoda vár. Hazudd el, ha elmúlik egy életen át, majd gondolsz rá. Ez még csak a kezdet, ezer járatlan út vár ránk, kellenek a tettek, hogy egy nap majd emlékezzünk rá. Ez még csak a kezdet, de ha minket az élet szakít el, de addig együtt írjuk a lelkünk könyvét, te emlékezz. Együtt írjuk a lelkünk könyvét, te emlékezz.
csak a